A múlt héten beharangoztuk a most következő filmet, de az izraeli események miatt el kellett tolnunk, és megmondom őszintén, hogy ezen a héten is veszélyben volt a sorsa. A világ eseményei a sok borzalom miatt gyakorlatilag csak az aktualitásokkal tudunk foglalkozni itt a heti naplóban, és pont emiatt ezt a filmet is egy aktualitással konferálom fel. A most következő, a pilóta képzésről készült filmünket még forgattuk, amikor a Wizz Airnek napi járata volt Izraelbe, Budapestről és Debrecenből egyaránt. Ezek a felvételek egy Budapestről Münchenbe tartó járaton készültek. Kíváncsi voltam, hogy landoláskor megtapsolják-e az utasok a személyzetet. Hiába volt pontos az érkezés és gyönyörű a landolás, a legnagyobb bánatomra elmaradt a taps. Pedig ha tudnák az emberek, hogy mennyi tanulás, önfeláldozás és kitartás kell ahhoz, hogy valaki pilóta lehessen, akkor biztos megtennék ezt az apró gesztust. Kezd kiszáradni a szám, izzad a tenyerem. Enyhén most húzzuk hátra a kormányt, és a levegőbe is vagyunk. Várj, most már repülünk? És most már repülünk, ugye. De jó ég. Ez volt az a pillanat, amikor egy kis repülőgéppel a budapesti Liszt Ferenc repülőtér kifutó pályájáról a magasba emelkedtem. De Csaba, most én egy B-típusú jogosítványjal vezetek egy repülőt? Igen, úgy néz ki. Persze nem igazi repülőt vezettem, hanem csak egy szimulátort, ami viszont megszólalásig hasonlított egy igazi repülőgépre. Az összes műszer, a látkép minden valódinak tűnt. A havazás volt az egyetlen, ami kicsit sántított. Októberben ritkán esik a hó itthon. Figyelj, te ki akarsz velem szúrni, hogy ilyen havas időt varázsoltál ide? Hát igen, ilyent is kell gyakoroljunk. Ugye rossz látási viszonyokban is tudnunk kell repülni, felszállni, leszállni, megközelítéseket elvégezni. De bekezdőként ilyenek kezdtek? Vagy ki akarsz velem szúrni? Hát ez egy kicsit több érdekességet visz a dologba. Jó fej vagy. A mellettem ülő fiatalember, aki jó szándékkal a mély vízbe dobott Cseh Csaba kadét. Az ő iránymutatása alapján a repülés után a landolást is kipróbálhattam. Inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel. Hát ez eléggé becsapódó. Hát ez egy eléggé becsapódós volt. Kétszer is becsapódtunk a földbe. Finomabban kell a való életbe leszálljunk. Ugyan a szimulátor csak koppintása az igazi repülőgépnek, nekem mégis óriási élmény volt. De nem ücsöröghettem sokáig benne, a pilóta jelöltek már vártak a sorukra. A helyszín, ahol jártunk, ugyanis a Wizz Air légitársaság pilóta akadémiája volt. Fehéringben, nyakkendőben érkeznek a kadétok. Ők azok, akiknek minden vágyuk az, hogy egy 80 tonnás utasszállítógépet vezessenek. Egy igazi elit alakulat ez a csapat. Ahhoz ugyanis, hogy bekerüljön valaki a képzésbe, ahhoz egy nagyon szigorú, több lépcsős felvételi eljáráson kell átesnie, aminek a része a pilóta alkalmassági teszt és a pszichológiai felmérés is. Tudom meg Zsarnai Zsófia, kadét programért felelős vezetőtől. Ez egy online teszt, amit ki kell tölteniük, ez is ugyanazokat az alapvető pszichológiai alkalmasságokat nézi, ami szükséges ahhoz, hogy valaki közforgalmú pilótaként a nagygépen tudjon repülni. 150 ember veszítette életét a francia Alpokban, ahol a Germanwings egyik utasszállítója zuhant le. Talán önök is emlékeznek a 8 évvel ezelőtti Germanwings tragédiára, amikor egy Airbus A320-as típusú repülőgép 144 utassal és 6 fős személyzettel a fedélzetén lezuhant. A gépet az első tiszt szándékosan irányította az Alpoknak, miután kizárta a gép kapitányát a pilóta fülkéből. Az első tisztről később az derült ki, hogy pszichiátriai kezelés alatt állt, ám betegségét eltitkolta a munkáltatója elől. Hogy a hasonló eseteket elkerüljék, a világon mindenhol kötelezővé tették a pszichológiai szűrést a felvételi eljárás során. Ezen kívül egészségügyi alkalmassági vizsgát is tenniük kell a pilóta jelölteknek. Olyan szemprobléma, ami nem korrigálható, akár egy szemüveggel, azt már nem fogadják el, valamint nyilván olyan alapvető egészségügyi problémák, amik esetleg valamilyen gerinc vagy csigolya probléma, ami miatt cukorbetegként nem tudnak. Lehet. Nem lehet cukorbetegként sem. Csaba mindegyik feladatot könnyedén teljesítette. Nem túlzás azt mondani, hogy mióta az eszét tudja, pilótának készül. Iskolaidőben, tanórák között szüneten gyakran mentem le az udvarra, ahonnan lehetett látni repülőket, kisgépeket, ahogy szálltak fel.
vitorlázókat vontottak fel. Mindig gondoltam, hogy mégis milyen lehet egy repülőben ülni, egy repülőt vezetni. Azóta már tudja, hogy milyen repülőt vezetni. Majdnem egy éve kezdte el az akadémiát. Most felnőttként is tulajdonképpen ezt a 10 éves Csabának az álmát valósítod meg? Igen, mindenképp. Én azt mondanám, hogy ez egy gyerekkori álom, amit most valóra váltok. Lobogott a szélben a szélzsák, miközben egymás után emelkedtek a magasba a gépek a nyíregyházi reptéren. Ugyan nincs rajtuk T betű, mint a tanuló autókon, a pilóta tanoncok gépei messziről felismerhetőek, a kék-fehér színük miatt. Miközben Csaba körbevezetett a reptéren, az jutott eszembe, hogy ha már 10 évesen elhatározta, hogy ő bizony pilóta lesz, akkor miért nem középiskola után kezdte el a képzést? Rövid, velős választ adott. Körülbelül 20 millió forintnál kezdődik egy ilyen pilóta képzés, ez az alsó határ. Szerencsére a Pilóta Akadémián nem egyszerre kell kifizetni a 20 millió forintot. Nagyjából a negyedét kell előre kifizetni, a többit azután részletekben kell törleszteni, miután valaki ténylegesen elhelyezkedett a légitársaságnál. Szerencsére én ugye még Angliában éltem, dolgoztam, ott még sikerült megtakarítani egy kis pénzt, ami segített abban, hogy ezt a képzést elkezdhessem. Nagy célokat tűzött ki, mint minden kadét vállapján az övén is egyetlen csík van. A nagy vágya a 4 csík, a kapitányi pozícióhoz ugyanis már az jár. De a képzés elvégzése után nem lesz automatikusan kapitány senkiből, addig még rögös az út. Másfél év maga a kisgépes képzés, amit itt kapnak a repülős iskolában, ahhoz, hogy megkapják ezt az úgynevezett kereskedelmi szakszolgálati engedélyt, ami az alapja ahhoz, hogy bármilyen légitársasághoz el tudjon menni repülni. De mivel minden légitársaságnál az adott repülőgép típusra kell egy külön típusvizsgát tenni, az még itt nálunk a Wizz Airnél egy plusz fél éves időt tartam. Vagyis nem az van, mint az autónál, hogy egy B-s jogosítvánnyal egy Suzuki Swiftet és egy Mercedes Vito-t is vezethet az ember. Az első tisztek 2 év után csak az Airbus A320-as repülőgép családra kapnak vezetői engedélyt. Dani is első tisztként dolgozik egy Airbus A320-ason, most nosztalgiából ült be abba a kisgépbe, amin annak idején vezetni tanult. Ezt a repülőgépet repülni kell, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy az ember megtanulja, hogy milyen érzés az, amikor tényleg minden az ő kezében van. Az utasszállító olyan szempontból másabb, hogy az már egy elég komoly automatizáltsággal rendelkező repülőgép. Dubajtól Tenerifeig, Egyiptomtól Norvégiáig bárhova repülhet, de minden pilótának vannak kedvenc úti céljai. Ő a skandináv országok kis reptereit szereti, ugyanis azokon kicsi a légiforgalom, csak kevés gép száll le, és viszonylag kiszámítható az időjárás. A pilótáknak ugyanis egy kicsit meteorológusnak is lenniük kell. Ami talán a legnagyobb kihívás, főleg a nyári időszakban, az az ivatar tevékenységnek az elkerülése. Erre általában a csapatmunka nagyon nagy szerepet játszik abban, mi ezt a radarokon látjuk, hogy néznek ki az ivatarcellák, és ilyenkor döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy mégis merre kerüljük ezeket. Gyakran repülnek együtt Gogola André kapitánnyal is, ő már végigjárta a ranglétrát. 5 évig volt első tiszt, 1 éve már kapitány, vagyis ő a főnök a pilóta fülkében. Szerencsésnek mondhatja magát, ugyanis Budapest a bázisa, vagyis mindig ide érkezik haza egy-egy műszak végén. Ezt azért mondom, mert ez nem magától értetődő. Az ember, amikor bekerül a cégbe friss pilótaként, akkor nem biztos, hogy arra a bázisra kerül, ahonnan dolgozni szeretne. Ez az én esetemben is így volt először, én Kijevből dolgoztam, és várólistán vártam arra, hogy hazakerülhessek Budapestre. Andrénak ki kellett költöznie Kijevbe, ott lakott albérletben, és ott élte az életét. Amikor csak tudott, hazajött a családjához, de volt olyan, hogy csak 2 hetente tudta ezt megtenni. Család szempontjából mennyire nehéz egyébként? Attól függ, hogy milyen párja van az embernek. Dani bázisa kezdetben Albánia fővárosa Tirana volt. Neki szerencséje van a párjával. Nagyon hálás vagyok neki. Ő egyébként külföldre is kiköltözött velem, amikor ki kellett menni. És remélem, hogy ez továbbra is úgy van, hogy ez nem kérdés, hogy ha megyünk, akkor együtt megyünk. De nem ez az egyetlen nehézség. A pilóták nem hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 5-ig dolgoznak. Van, hogy hajnal 3-kor kelnek, másnap pedig ugyanekkor végeznek. Ráadásul, aki pilótának áll, azt is tudnia kell, hogy a képzés befejeztével nem ér véget a tanulás.
Gyakorlatilag addig tanulnak, ameddig nyugdíjba nem mennek. Fél évente járunk szimulátor továbbképzésre, ahol különböző komplikált helyzeteket gyakorlunk. Ezen kívül rengeteg tantermi továbbképzésünk is van. Mérek egy üzemanyagot. Csaba előtt tehát hosszú út áll. A szimulátoros repülés után most oktatójával arra készül, hogy egy valódi repülőgépen is megmutathassa azt, amit megtanult. A szimulátorban engem dobott be a mélyvízbe azzal, hogy hóesésben kellett vezetnem. Most viszont őt állítja komoly kihívás elé az oktatója. Mint egy ló, már bocsánat, de... Pontosan. De ez jut eszembe. Mint egy ló, és csak így lefele a műszerfalt látom, és akkor ez szerint kell repüljek. Ilyenkor egyébként izgulsz? Hogy most hamarosan repülsz? Nem mondhatni, tehát fel vagyok készülve a feladatra. Nem izgul, sokszor gyakoroltak már, így nem lesz gond. Végül is egész életében erre készült. Kis 10 éves Csabának mit mondaná most, aki éppen az álmait valósítja meg? Hát, hogy jó úton jár végül is. Hogyha ide vitte az élet a kis 10 éves Csabát, akkor jól csinálta a dolgokat. Eddig is, úgyhogy így tovább. Kitartást. Potyautasként operatőr kollégámmal mi is csatlakoztunk hozzájuk. Beültünk a tanuló repülő hátsó ülésére. Szalmabálák és traktorok mellett haladtunk el, miközben a nekünk kijelölt kifutópálya felé gurultunk. Gyors műszerellenőrzés, majd pedig felszállás következett. ...150 km/h sebességre gyorsult fel a gép, majd egyszer csak a magasba emelkedett. Még egy utasszállítón csak akkor rázkodik a repülő, ha turbulencia van. Ezt a pici Piper-típusú repülőgépet szinte folyamatosan dobálta a szél. Tényleg minden nagyobb széllökést megéreztünk, de bíztam benne, hogy jó kezekben vagyunk. Átveszem a gépet, jó? És szólj, ha készen vagy. I have control. Hey, you have control. A levegőben aztán eljött az ideje annak, hogy Csaba felvegye a szemellenzőt. Oké, ez fent van. Oké. You have control. I have control. Innentől csak és kizárólag a műszerek alapján vezette a repülőt. Különböző irányokat fogok neked adni, jobbra-balra fogunk fordulni. Oké, rendben. A telekondáltat, turn right. Azt szimuláljuk, hogy a kadétok nem látnak ki a pilóta fülkéből, ami nagyképpen elég sokszor előfordul, hogyha rossz időben vagy felhős körülmények között repül az ember. Ez a Audi gyakorlatilag pont úgy takarja a látást, hogy ezen a műszerfalon vagy dekken túl ne lássam, tehát csak a műszereket lássa maga előtt, és az alapján vezesse a repülőt. De nem csak a szemellenző volt a nehezítés. Azzal, hogy mi hátraültünk operatőr kollégámmal, körülbelül 150 kilónyi plusz terhet raktunk a gépre. Ezzel máshova került a súlypontja. Vagyis egészen máshogy viselkedett, mint ahogyan az Csaba megszokta. De a kihívástól oktatója szerint sem jött zavarba. Csaba egy nagyon alázatos, jóképességű növendék, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó első tiszt a későbbiekben pedig kapitány lesz majd belőle. Amikor azt mondom, hogy a fellegekben járok, akkor a kifejezésnek az átvitt értelmére is értem, és a szó szerinti értelmére is, ugyanis éppen Cseh Csaba kadét irányításával haladunk Nyíregyháza fölött. Csabának ez az első alkalom, hogy két potyautas szállít, de hamarosan akár 240 utas is a háta mögött lehet. Én kívánok neki és minden kadétnak sok jó leszállást. A heti naplóban György Gabi riportját látták.